egyszerűen lélegzetelállító fotókat készít Újpestről egy fiatal fotós, aki itt van velünk, Szilvási Tibor, jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt, szia! Kicsit tass közelebb, Csak Újpestet fotózod, vagy mindent fotózol? Mindent fotózok, de Újpest a fő célom, tehát szeretném megmutatni az embereknek, hogy mennyire szép hely. Miért fontos neked Újpest? Itt születtem. Én is Újpesten születtem. Igen. Én 3-4 éves koromig ott éltem, aztán utána a szüleimmel együtt elvándoroltunk. És mik a képeknek mi a motivációja, mi a témája, tartalma? Hát ugye, hogy minél szebben megmutassam a környezetet, és ugye szeretek magasból fotózni, esetleg napkeltét vagy naplementét, és a nevezetességeket megfotózni. Mi a fő profilod? Tájképeket csinálsz, vagy portrék is beleférnek azért? Tájképeket, de szeretek portrézni is. Mi a legnehezebb a fotózásban? Feljutni a magasabb helyekre. Gondoltam, hogy ezt fogjuk mondani. Igen. Ez mit jelent? Mennyire magasról fotózol? Vagy például hova mentél fel? Mi volt a csúcs most akkor eddig? Hát a 10 emeletes házak tetejére. Aha. Szóval az a célom, de van még pár magasabb hely, amit szeretnék. Nem csinálsz ilyen veszélyes szelfiket, mint amit szoktak mostanában. Dehogyis, hát azt nem szabad. Jó, mert nem is szabad, meg hát egyszerűen őrületet, amiket csinálnak. Igen, olvasni. Tehát fölmész magasról, és akkor magasról fotózol tulajdonképpen akkor tájat, épületeket. Vannak kedvenc helyeid, amiket mondjuk nagyon preferálsz itt Újpesten? A víztorony közelében nagyon szeretek fotózni, de ahol lakom, oda is könnyen fel tudok jutni, és onnan nagyon szép a napkelte, tehát ott szeretek igazából. Akkor te is korán kezd. Igen, sajnos. Hogy levadázd a szép területeket, illetve a szép fényeket. És általában ez a kedvenc időszakod? Tehát ez a hajnali fényeket szereted, vagy fotózol azért a napközben is, este is? Reggelente jobbak a fények, ugye sokkal szebb, meg szebb az ég is, de bármikor tudok fotózni. Igazából nem időfüggő. Aha. Mi a technikát? Tehát naturálisan úgy hagyod a képet, ahogy azt elkattintod, vagy belenyúlsz, kis retus? Hát egy kis retus azért hátszél nélkül nem gurul a bicikli, ugye? Kicsit fény elé és egy kis kell is. És milyen visszajelzéseket kapsz? Nyilván nagyon sokan szeretik azért a meglepően fotóidat. Meglepően jókat. Nem gondoltam volna, hogy ennyire népszerű lesz pár képem. Mert tényleg csak hobbiból csinálom, és így meglepően tényleg jó. Tervezed, hogy komolyabban is foglalkozom majd vele? Egyértelmű, persze. Ez az álom, úgymond, igen. Na, hát én nagyon sok sikert gondolom, van neked oldalad, úgyhogy akkor azt figyelmébe ajánljuk mindenkinek. Igen. Ugye? A Tibianco Nero. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sok sikert még a fotós munkádhoz.